pedofilokat mosdató értékrend, a gazdasági rabszolgaság, a migráció, a lopás és a nemzeti érzelmű magyar emberek üldözése teljesen ellentétes a tradicionális, jobboldali, keresztény és nemzeti érdekekkel. A bajtársaim, akik minden nap ott állnak a bűnözők által terrorizált honfitársaink mellett, támogatják önerőből a nélkülözőket, üldözötté váltak, de mi ettől nem hátrálunk meg. Bennünket nem lehet megfélemlíteni. És fellépünk a drogos bűnözők, a pedofilok és a politikus bűnözők ellen is. Mert valakinek meg kell védeni ebben az országban a normális embereket. És ha már az állam csődöt mondott ebben a kérdésben is, akkor nekünk kell összefogni és nekünk kell megvédeni a hazánkat és az állampolgárokat. Az úgynevezett baloldal pedig maradjon csendben és tűnjön el a fekete fenébe, hiszen ők még azt a mostani gyenge lábakon álló pedofil törvényt sem szavazták meg. Sem pedofilia, sem homofóbia, sem pedofilia, sem homofóbia, sem pedofilia, sem homofóbia. Nekik meg aztán egyáltalán nem számít a gyermekek védelme. Szégyelje magát a pedofilokat bújtató Fidesz, szégyelje magát az eltorzult lelkületű baloldal, és szégyelje magát minden pedofil simogató csőcselék. A harcot folytatjuk a végső győzelemig. Szebb jövőt minden magyarnak! Kevesebb, mint 4 hónap múlva választások lesznek Magyarországon. Minden magyar ember véleményt mondhat arról, hogy mit gondol erről az álszentségről, a velejéig romlott rendszerről. Egyértelművé kell tennünk. Számunkra nemzeti értékrendű, a globalizmus ellen harcoló emberek számára a baloldalra való átállás egyenlő a hazaárulással. El kell tehát vinnünk a reményt minden egyes, most felébredt honfitársunkhoz, és megmutatni, a mi hazánk egyedüli párt maradt azon értékek képviseletében, amelyekben pedig oly sokan hiszünk. Vigyük hát el ezt a reményt. Vigyük el a gyermekotthonokban bántalmazottaknak, a minden nap keményen dolgozóknak, a munkájukat vendégmunkások miatt elvesztőknek, a devizahitelkárosultaknak, a nyomorgó nyugdíjasoknak, az állami dolgozóknak, a gazdáknak, a magyar kisvállalkozásoknak. Mondjuk el nekik, ti vagytok Magyarország. Nekünk ti vagytok a fontosak. Rendületlenül. 4 gyermek édesanyja vagyok, nekem nem mindegy, hogy milyen lesz a jövő. Nem hagyhatjuk, hogy Magyarország tónik homokozója legyen. Ez a mi hazánk. Vigyük el a reményt. Nem pusztán arról szeretnék ma beszélni, hogy mi történt a bicskei gyermekotthonban, hanem arról a jelenségről, ami ide vezetett. És ez a jelenség az elsősorban most a Fideszről szól, mert a Fidesz uralkodik ebben az országban hosszú évek óta. Én ennél képmutatóbb rendszert, hiszen sokféle jelzővel illették már a Fidesz hatalom gyakorlását, de azt gondolom, hogy a képmutatás az, ami a leginkább illik a Fideszre. Én ilyen kormányzásra, én ilyen rendszerre nem is nagyon emlékszem. Orbán Viktor valójában legbelül a MÁZ, a nemzeti színű MÁZ alatt még mindig a liberális internacionáli alelnöke. És az egész párt így működik. Nem csak erkölcsi kérdésekben vállalhatatlanok és képmutatóak a fideszesek, hanem a gazdaságpolitikájuk is tulajdonképpen minden egy képmutatás. A globalistáknak kedveznek, a multinacionális nagyvállalatoknak kedveznek, nem a magyar dolgozónak, nem a magyar munkásembernek, nem a magyar mezőgazdaságnak, a magyar gazdáknak, nem a magyar vállalkozásoknak. Ezért van egy olyan egyenes, a világnézetét soha nem változtató politikai közösség, amelyet jelenleg a parlamentben a Mi Hazánk mozgalom képvisel. Ez a harmadik út, mert elég volt a Fidesz képmutató hatalomgyakorlásából, és elég volt a balliberálisokból is. Végre egy igazi magyar út kell, és ez jelenleg a Mi Hazánk mozgalom útja.